Az egészségvédelmi szabályok betartása mellett került sor Filóné Ferenc Ibolya polgármester és az Otthon lenni jó sütaváros kezdeményezés győztesének találkozójára. Farkas Friderika jelenleg joghallgató a Pécsi Egyetemen, de saját bevallása szerint nagyon szereti a konyhát is. Ismerőseim biztattak, hogy jelentkezzek igazából, de szerintem minden részéből nagyon ügyes volt, és én azt gondolom ezekről a versenyekről, hogy igazából itt nem azt számít, hogy ki mennyire ügyes, vagy mennyire tud sütni, hanem hogy mennyire nagy az ismerettsége az adott embernek. De nagyon örülök, hogy sikerült nyernem. Egy tofifi tortát sütöttem, tejszínkrémes tofifi tortát. Alapjáraton is szoktam sütni, de ez kifejezetten egy szülinapra készült egyébként. Friderikát meglepte a siker. Igaz ismerősei és barátai szavazataikkal mindent megtettek a győzelem érdekében. Filóné Ferenc Ibolya azt mondta, szerették volna ezzel a kezdeményezéssel könnyebbé tenni a bezártságot, melyet a vírusjárványban meg kell élni. Otthon lenni jó süt a város címmel egy mozgalmat indítottunk, annak az érdekében, hogy ha már muszáj ebben a nehéz időkben többet otthon lenni és együtt lenni a családdal, akkor töltsük valami értelmessel és hasznossal is ezt az együttlétet. Akár egy olyan klassz hobbi valami a sütés-főzés, konkrétan most itt süteményeket vártunk. 76 alkotás érkezett a pályázatra, a felhívásra, 36-an jelentkeztek rá összesen, és Friderika nagyon tehetséges ifjú jogász hallgató, aki úgy látszik, hogy a konyhában is nagyon ügyes, nyerte meg ezt a közönségszavazat alapján eldöntött első helyzetet, ami gyakorlatilag 30 ezer forint értékű ajándékutalvány. Bízom abban, hogy amikor már túl leszünk ezen az egész járványügyi helyzeten, akkor lesz alkalmunk megkóstolni is ezt a gyönyörű tortát, mert hogy aki látta a Facebookon, azt nézhette, hogy ha legalább olyan finom, mint amilyen gusztusos, akkor biztos, hogy egy nagyszerű süteményről, tortáról van szó. Én örülök annak, hogy ilyen sokan jelentkeztek, és bízom benne, hogy ha még hosszú időszak vár ránk, akkor újabb ötletekkel továbbra is csatlakoznak hozzánk a bonyhádiak, bármivel is állunk elő, mert szeretnénk, hogyha továbbra is fegyelmezetten, talán ennél, mint amit most élünk meg itt a húsvét közeletével, még fegyelmezettebben tartanák be a kijárási korlátozás szabályait a bonyhádiak is, mert hogy még sajnos nem vagyunk túl a nehezén. Az otthon létet könnyebbé tenni, talán kicsit színesebbé, mozgalmasabbá ez a cél. Ez volt ezzel a felhívással a célunk, szerintem ezzel elértük. A közönség külön díjban részesítette a legfiatalabb résztvevőt is, és lássanak csodát, ő egy fiú. Fogad szeretettel, jó? Ebben mindenféle finomság van, meg egy szakácskönyv is, mert hogy van egy klassz bonyhádi szakácskönyvünk, úgyhogy forgasd azt is szeretettel, hát abból is majd elkészül valami. És akkor előbb-utóbb egyszer azt is megkóstoljuk, ha már nem lesz ez a veszélyhelyzet, jó? Marcell egyébként is bejáratos a konyhába. A saját bevallása szerint több étel került már kezei közül a család asztalára. Borsólevest, muffint, paulát. Az mi? Az egy siti. Marcell anyukája azt mondja, semmi baj azzal, ha egy fiú jól érzi magát a konyhában, hiszen a legtöbb sztárséf is férfi. Magától jött, és szívesen csinálja. Igazából az interneten talált rá erre a receptre, mert a testvérevel pont azt játszották, hogy éttermet nyitottak, és kiírta a receptet, és mondta, hogy ő ezt meg szeretné sütni. Én bevásároltam, megsütöttük, és akkor pont rá a következő nap láttam a felhívást, és akkor gondoltam, hogy ha ez már ilyen jól sikerült, akkor nevezünk. Az otthon lenni jó sütaváros győztesének, Farkas Friderikának 1100 szavazatra volt szüksége a sikerhez.